helyzet az, hogy úton vagyunk Passauba mágnes horgászni. Csatornám támogatja a mágneshorgászat.hu. Halló, kolléjó, kauzádó táját, nem így van. Valami ilyesmi. Én is tudok egy számot. Ki ez a jótét lélek? Ki ez az ember? Ez az a gyökér YouTube-os. Ja, kedvencem. És idefele jövet, olyan jó arc voltam, hogy Matyinak van ugye egy rádiója itt. Volt. Ugye tudni illik ezek a kínai szarrádiók. Füsttel működnek. Teljes áron vettem 17 000-ért. Bedugtam a telefonomat, és egyből kijött a füstje, hogy nem tudtunk zenét hallgatni, úgyhogy énekelni kell sajnos. Allo, kolléjo! Allo! De hogy valami vidám sztorival folytassuk, tegnap úgy terveztük, hogy egész nap mágnes horgászni fogunk. Hát szakadt az eső, de mint az állat. Na jó reggelt! Hát mutatnám, mi a helyzet. Ja, szakad az eső. Ráadásul az a helyzet, hogy én csak rövid gatyát és trikót tettem be. Meg ezt az egy albos pulót, úgyhogy ma elmegyünk és veszünk ruhát. És azzal kezdjük a napot, hogy el tudjunk menni pecázni. Szakad az eső. Ilyen faszeket szóba vagyunk. Ott vannak a pipik. Úgyhogy elmentünk shoppingolni esőkabátot. Az jó kép. Igen, szóval ilyen esőkabátok vannak itt. Végül vettünk is egyet. Egyből elállt az eső, kimentünk mágneshorgászni. Megérkeztünk ide a Dunához, egészen pontosan Németországba, Passauhoz. És itt van ez a híd. Most jelenleg ez a híd alatt próbálkozunk a Matyival fogni valamit. Egy... Mi ez? Valami gyilokeszköz. Egy régi... Hello. Nem tudom, krova? Krova. De valami amúgy így, hogyha felé mutatod a kamerát, akkor amúgy látszok is. Egy ilyen krova, ősrégi krova cuccot fogtunk. Ja, tök menő. Húzzad! Leakadtál te! Megvan még! Itt van! Mi a szar? Egy füstöl. Egy a francba. Ez mi a szar? El sem tudom képzelni. Fél híd. Kiszedjük, akkor sem mondom meg. Ez most egyedül kell fölemelned. Segítesz? Nem, ezt vedd ki. Hogy az anyámban? Hát nem tudom, én ezt felvideózom, vegyed. Nem megy. Akkor megpróbálom én. Fogjad? Jó, hát idáig nekem is ment. Azt mondtad, hogy menni fog. Meg tudom itt tartani egy picit. Oda, fogd meg! Várjál, hogy folytatjuk! Itt szerinted van italházhoz szállítás? Meg inni kéne egy sör. Ennek jobban örültem. Minek? Ha mutatom. Azért a 400-as nagypapi azért még ott van a toppon. Nagyjából fél óra múlva be is akadt a mágnesem. Itt már egy órája szenvedünk vele. Szóval az a helyzet, hogy ez nem jön ki. Kedvenc mágnesem beakadt. Annyira beakadt, megpróbáltam már innen kihúzni, onnan kihúzni, a frontról kihúzni, mindenhol nem próbáltam. Nem megy, úgyhogy valószínűleg ez itt fog maradni, ide most kikötöttük ide. Ha valaki késztetést érez rá, akkor Passauba itt megtalálja. Szomorú jelenetek egyike, emlékezzünk meg róla. Szomorkás a hangulatom, máma! De az volt az első mágnesed, nem? Az első szponzorált termékem volt az a mágnes, úgyhogy nagyon a szívemhez nőtt, úgyhogy meg is sirattam éjszaka, amitől a mai napig másnapos vagyok. Sztori következik az első élményünkkel itt Németországban. Szóval amikor tegnap beakadtunk, jött egy kajakos ember. Mondta nekem, hogy sprechen Sie Deutsch, én meg mondtam, hogy nein. Mondtam neki, hogy pull the rope, mikor beakadt a mágnes. Aztán mondta, hogy hát nem megy, mert evező van a kezemben. Aztán elevezett. Aztán ennyi volt a nagy segítsége. Úgyhogy innen is köszi. Köszi, haver, jó arc vagy. Forduljon jobbra. Itt. Jó. Szerinted?
Hogy az nem azt jelenti, hogy izé, ilyen övezet? Nem, itt ilyen sas. Sas. Ez ilyen sas táv, vigyázz, mert alacsonyan szállnak a sasok. Jaj, jó, oké. Helyzet az, hogy találkoztunk egy tök kedves párral, aki ide navigált minket, hogy itt állítólag majd fogni fogunk valamit. Hát olyan tiszta a víz, hogy látjuk, hogy igazából nem nagyon van itt semmi. Viszont, ami érdekes, az ott van lent, mert hogy oda be lehet menni. Menjünk is, menjünk. Csak azért merünk bemenni amúgy, mert valaki már lement előtt. Maradjunk csak a innen. Szerintem ez már olyan sötét, itt nem lát semmit. Ebből a mágnes horgászatból erősen egy barlangtúra lett. De jól néz ki. Itt kell átmenni Narniába. Móriába ez az út. És akkor itt vagyunk egy ilyen helyen. Ami szintén gyönyörűen néz ki. Nem mellette. Nem mellesleg, ja, még halak is vannak, meg minden. Elég király. Mondtam, hogy a következő lehetőségnél balra kellett volna menni. Persze, tökében. Mindig tudod, hogy merre kell menni, és mindig későn szólsz. Ja. Most is lejöttünk Bécsikbe, az egész itt szólsz, hogy balra kell menni Passau felett. Hát az a helyzet, hogy most már nem Passauba vagyunk. Eljöttünk 300 kilométert, azt mehetünk vissza. Hanem Bécsbe. Mert hogy Passau, hát tiszta volt ott a környék, átmágneseztük és nem találtunk semmit. Ellenben tök szép volt a táj. Matyi nem hallgatott rám. Én mondtam neki, hogy itt ne fordulj be, de befordult. Úgyhogy most véletlenül itt vagyunk Bécsbe. Dobálunk egy kicsit. A gettóba. Mit látunk? Az első eurócentem. Meg horgokat. Itt egy horog, itt egy horog. Engem a pénz jobban érdekel. Beteszem a bankba. Az milyen pénz? Ez egy cent. Itt is van egy horog. Ja. Ah, egy centes. Muta? Ezt már elisszuk. Sziasztok! Hát röviden ennyi volt a Passau videó, sajnos nem nagyon fogtunk semmit, aztán ugye átmentünk Bécsbe, ott sem nagyon volt fogás, és ezen felidegesítve magunkat összepakoltunk és hazajöttünk, úgyhogy most már itthon vagyok. Úgy fejezném be a videót, hogy várjuk a következő videót, mert ez most valahogy nem sikerült úgy, mint terveztük. Viszont Németország szép, tök szép a táj, az emberek, hát mondanám, hogy kedvesek, de nem. Úgyhogy ennyi volt ez a videó. Következőben találkozunk. Szevasztok!